Nem gondoltam volna az első fél a 20. percig, hogy így alakul ez a mérkőzés. Nehezen kezdtünk, nem voltunk ritmusban, kicsit dekoncentráltabbak voltunk. Korai volt azért ez a mérkőzés, az idő szerint 9 óra azért nem egy egyszerű a koncentrációt és a fejet oda kell tenni a megoldásokhoz. Nem is igazán sikerült, aztán fokozatosan lendültünk játékba. És ez, utólag azt mondhatom, hogy jó volt, hogy így alakult. Nagyon jól épültek egymással a mérkőzések is. Egy kicsit a marosvásárhelyi mérkőzésünkhöz hasonlított, a románoknak sült el minden, most náluk volt a babis hús. Hogy óriási gratuláció a csapatnak és a lányoknak és az egész stábnak, mert egész héten, ami a munkát végeztek, vagy végeztünk, azt gondolom, hogy abszolút megérdemelt egy ilyen eredmény. Igazából nagyon örülök, hogy sikerült 3 gólt szereznem, mert válogatott szinten még utánpótlás korosztályban se sikerült, azt hiszem maximum 2 gólt sikerült elérnem, úgyhogy ez örökre különleges meccs maradt számomra. Igazi magyar-román meccs volt, azt gondolom. Sajnos az elején nagyon rosszul kezdtünk, rögtön kaptunk egy gólt, nagyon elcsúsztunk középpályán, és igazából kontrából levettek minket. De azt gondolom, hogy nagyon szépen felálltunk ebből, csináltuk a dolgunkat, jöttek a gólok, úgyhogy szerintem mindenki nagyon kivette ebből a győzelemből a részét. Well done, my bad, please.